Szülinapi buli drogellenes tájékoztató előadás, sportprogramok is lesznek a Makói Ifjúsági Diák Önkormányzat és az Ifjúsági Klub hétvégi rendezvényén. A közös többszörös programra, amit az idén negyedjére rendeznek meg, az ország több pontjáról érkeznek vendégek szombaton. A negyedik közös többszörös diáknap programsorozat 28-án reggel 8 órakor kezdődik, és az esti szülinapi bulival zárul az Ifjúsági Klubban. Eddig úgy állt föl a program tematikája, hogy a diák önkormányzatoknak, társszervezeteinknek meghirdettük és zárt körű program keretében előadások voltak, és ezt kísérték a kiegészítő sportrendezvények. Most szerettük volna nyitottabbá tenni, így egy baleset szimulációval és Klobosicki György rendhagyó drogprevenciós előadásával készülünk. Tehát ez nem lesz olyan iskola ízű, hogy így mondjam, viszont szeretnénk kinyitni az egész városnak, és nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek, pedagógusoknak, minden érdeklődőnek. Erre a programra nem csak a városból várunk vendégeket, hanem már Pestről, Siklósról, Hódmezővásárhelyről különböző diákszervezetek jelezték részvételüket, tehát szeretnénk, hogyha velünk örülnének, velünk ünnepelnének. Természetesen a sportprogramok idén sem fognak elmaradni, tehát a baleset szimuláció után az, aki sportolni vágyik, az bemehet a Kerinek a sportpályájára, ott lesznek futballbajnokságok, illetve pingponggal készültünk még, tehát, és csocsóbajnokság. Természetesen az elmaradhatatlan kelléke a csocsóbajnokság ennek a programnak. Ezekkel a sportprogramokkal készültünk, a többi érdeklődő pedig átmegy a hagymaházba, és ott megtekintheti a Klobosicki előadást. Teljes egészében ingyenes program lesz, pont az a célunk, hogy tényleg mindenki el tudjon jönni, mert úgy gondoljuk, hogy a diszkóbalesetek, az alkoholfogyasztás, a drogfogyasztás, az komoly problémát jelent most a 21. században, és sajnos azt nem lehet megakadályozni, hogy hozzájussanak a fiatalok ezekhez a szerekhez. Azt tudjuk megtenni, hogy felhívjuk a figyelmet a veszélyeire, illetve próbáljuk őket arra sarkalni, hogy ne nyúljanak ezekhez a szerekhez, mert sajnos hozzájutni, ha akarnak, hozzá tudnak.